Közigazgatási reform. 625-re bővült idén januártól a kormányablakokban intézhető ügykörök száma, közölte a kormányablakokért felelős helyettes államtitkár Záhonyban. Jogvesztő határidő. Március 15-éig 3 millió forintra kell emelni a KFT-k törzstőkéjét, vagy legalábbis rendelkezni az emelésről. Ha elmulasztják, bírság lehet a vége. Fellendülőben a hazai turizmus, csak az észak-alföldi régióban 10%-os növekedést regisztráltak a vendégforgalomban. Ez a legfrissebb KSH statisztika. Közölte a kormányablakokért felelős helyettes államtitkár Záhonyban. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A városban ma adták át a megye 22. kormányablakát. A közigazgatási reform következő lépése az informatikai hálózat bővítése és új funkciók kiépítése lesz, tette hozzá Baltai Tímea. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyek kialakítására szolgál a kormány több éve indult közigazgatási fejlesztési programja, amelynek egyik állomása a Záhonyi kormányablak megnyitása. A komplex reformok következő lépése az informatikai hálózat fejlesztése és az elektronikus ügyfélszolgálat teljes kiépítése. Ezekhez a beruházásokhoz több forrást is igénybe vett a kormány. Igénybe vettünk Európai Uniós forrásokat, illetve hazai forrásokat, és többfajta területre volt programozva fizikai kialakítás, informatikai kialakítás, illetve volt képzés a szellemi pillér keretében, illetve volt több olyan társprojekt, amelynek különböző részeit vettük csak igénybe. Tehát összességében annyit lehet mondani, hogy az utóbbi évek legnagyobb közigazgatási fejlesztése volt maga ez a kormányablak projekt, és azt lehet mondani, hogy az uniós forrásokat teljes körűen igénybe vettük, és jelenleg a jelenlegi 2016 első fél évére első fejlesztések, ezek most jelenleg hazai forrásból kerülnek megvalósításra. Jelenleg 240 új típusú kormányablak működik országszerte, ebben a fél évben pedig még további 26-ot adnak majd át, tette hozzá Baltai Tímea. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik a második legtöbb kormányablak, összesen 22 helyen várják az ügyfeleket. A megyében mindenütt örömmel fogadják az ott élő emberek, hiszen tényleg valójában is gyorsabb az ügyintézés, de hát az sem utolsó szempont, hogy szívesebben megy az ember úgy egy hivatalba, hogyha a körülmények is 21. századiak, ugye ahogy elhangzott a köszöntőkben is, egységes dizájn jellemzi az egész országban a kormányablakokat, így a Záhonyi sem különbözik a megyében lévő más kormányablakoktól. Jobb érzés egy olyan kulturált körülmények között intézni az ügyeket a polgároknak, mint hogyha a korábbi esetlegesen kevésbé felújított helyen tennék ezt. A kormányzati cél része volt az épületek akadálymentesítése, valamint az, hogy a közigazgatási ügyeikhez, a lakóhelyükhöz minél közelebb tudjanak segítséget kapni a lakosok. Nem csak az Záhonyiakat, hanem a járás 11 településnek lakosságát, az közel 20 ezer embert érint. Bővült az ügyfélkör és bővült az ügyintézhető ügyek száma is. Én azt gondolom, hogy sokkal kényelmesebb lesz a lakosok részére az új kormányablak, mint az eddigok, mennyi irodák voltak. Az új típusú kormányablakokban ezentúl lényegesen rövidebb idő alatt átlagosan 14 perces ügyintézéssel várják az állampolgárokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal Záhonyi járási hivatalának kormányablakában 4+1 munkaállomás lesz a mai naptól, ami most került átadásra. 4 munkaállomás a front office állomás és 1 munkaállomás a back office állomás, ami ugye a háttérmunkálatokat jelenti. 2016. januártól már 625 ügykörben tudnak segíteni a kormányablak dolgozói. Ez a szám várhatóan 2017 végére megduplázódik. Március 15-éig 3 millió forintra kell emelni a KFT-k törzstőkéjét, vagy legalábbis rendelkezni az emelésről. Ha elmulasztják, bírság lehet a vége. Az, hogy milyen módon hajtják végre, tehát készpénzzel vagy akár hitellel növelik törzstőkéjüket, azt a cégek döntik el. A határidő jogvesztő az eljárás 15 ezer forintos illetékkel és 3 ezer forintos közzétételi díjjal jár.
Az új 2014 márciusában elfogadott polgári törvénykönyv 2 év türelmi időt adott a gazdasági szervezeteknek arra, hogy a működésük alapszabályzatát módosítsák, a létesítő okiratokat összhangba hozzák a vonatkozó törvénnyel. Ebben szerepel a KFT-k 3 millió forintig történő feltőkésítése. Leginkább a KFT-ket érinti ez a feltőkésítés, mert kógens kötelező szabály, hogy ezen időpont után KFT-k csak azok lehetnek, amelyeknek 3 millió forint a törzstőkéje. Tehát azoknak a KFT-knek, amelyeknek nem érte el ez idáig a törzstőkéje ezt az összeget, akkor dönteniük kell arról, hogy KFT-ként kívánnak-e működni. Ha igen, ezt a döntést március 15-éig, most 2016. március 15-éig meg kell hozniuk, és a döntést meghozatalát követően 30 napon belül ezt a cégbíróság felé be kell jelenteniük. Tehát ilyen módon ez az utolsó határidő, amíg a bejelentést megtehetik, az 2016. április közepe lesz. 15 ezer forintos illeték és 3 ezer forintos közzétételi díja van a bejelentésnek. A feltőkésítés inkább a kisebb gazdasági társaságoknak okozhat nehézséget, de a törzstőke emelésének többféle módját is választhatják. Ez a tagok saját befizetésével vagy aportjával, esetleg új tag bevonásával és befizetésével, vagy pedig a társaságnak a törzstőkén felüli vagyonának a bevonásával történhet meg. Tehát ha saját befizetést végez egy vállalkozás vagy vállalkozó, akkor arra valószínű, hogy tud felvenni hitelt is. Vagy pedig, ha nem tud pénzeszközt, aportot, vagy a törzstőkén felül vagyont erre a célra felhasználni, akkor átalakulhat a cég olyan gazdasági társasággá, például betéti társasággá, amelynél nincsen minimálisan előírt jegyzett tőke. A tőke rendelkezésre bocsátása a társaság házi pénztárába történő befizetéssel teljesíthető. Az adatok alapján a megyei vállalkozások csupán 15-20%-a nem emelte az elvárt szintre a törzstőkét 2015-ig. Azok a cégek, amelyek nem tesznek eleget a kötelezettségnek, vagy azzal elkésnek, pénzbírságra számíthatnak. Számos intézkedés, többek között adócsökkentés és a kibővített csokis segíti a magyar családokat 2016-ban, mondta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Vinnai Győző. A kormánypárt országgyűlési képviselője kiemelte, január 1-től 16-ról 15%-ra csökken a személyi jövedelemadó, a kétgyermekes családok adókedvezménye pedig havi 10.000 forintról 12.500 forintra nő. A tájékoztatón Simon Miklós a béremelésekről szólt. Reményeink szerint egy 5,7-5,9%-os reálbéremelés fog bekövetkezni ebben az esztendőben. Ezt a minimálbér emelésével is szeretnénk támogatni, hiszen 105 ezer forintról 111 ezer forintra fog a minimálbér ebben az évben emelkedni, és a garantált bérminimum pedig 122 ezer forintról 129-re fog emelkedni. A csütörtökön megszavazott nyíregyházi 26 milliárd forintos költségvetés mellé többek között uniós és a modern városok program forrásai is érkeznek még idén, mondta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Adorján Gusztáv. A nyíregyházi közgyűlés Fidesz-KDNP-s frakcióvezetője kiemelte, fegyelmezett gazdálkodást igényel a főösszeg, ám az stabilitást és folyamatos fejlődést biztosít a megyeszékhely számára. A költségvetési főösszeg melletti forrásokról már a frakcióvezető helyettes beszélt a tájékoztatón. Költségvetési főösszegen kívül még várhatóak további fejlesztési források Nyíregyháza város életében, többek között a Modern Város programból és a TOB-ból. Ott egy 6 milliárd forintnyi összegű lehívást jeleztünk előre. Jelentős fejlesztések és beruházások várhatóak ebben, csapadékelvezető, csapadékvízelvezetők, épületgépészeti korszerűsítések, utak, járdák fejlesztése, építése többek között. Feloszlatta magát tegnap a 7-tagú Kocsordi önkormányzati testület 5-2 arányban, köztük egy kormánypárti képviselő is emellett szavazott. Hangzott el ifjabb Földi István, jobbikos megyei önkormányzati képviselő sajtótájékoztatóján.
A Kocsordi Testület pénzügyi bizottságának elnöke elmondta, azért döntöttek így, mert a 3000 fős település önkormányzata a kormányzati megvonások miatt kilátástalannak látja pénzügyi helyzetét. A politikus hozzátette, a 2016-os évre körülbelül 400 millió forintos kiadás mellett mindössze 363 millió forint bevételre számít az önkormányzat, a 37 millió forintos mínuszt pedig nem tudják pótolni. Mi tenni akarunk ugye ezért a településért, és a lehető legjobb döntést hozzuk meg azzal, ha ennek eleget teszünk, és ezt azt mondjuk, hogy itt ennek azonnal vége. Én úgy gondolom, hogy ez példaértékű lehet, akár az egész megyében, és az egész országban. Igenis érezhető az önkormányzatoknál, hogy a Fidesz kormány milyen megvonásokat hoz a településre. Fellendülőben van a hazai turizmus. Csak az észak-alföldi régióban 10%-os növekedést regisztráltak a vendégforgalomban. Ez a legfrissebb KSH statisztika, amely a tavalyi év első 11 hónapjának adatait tükrözi. Tájékoztatta televíziónkat a Magyar Turizmus ZRT regionális igazgatója. Katona Ilona kiemelte, térségünk termál régiónak számít, ez segíti továbbra is a helyi turizmust. Egyre többen érkeznek kikapcsolódni, feltöltődni térségünkbe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több turisták által kedvelt település van, legyen szó akár falusi, vagy akár gyógyturizmusról. A észak-alföldi régióban a kereskedelmi szálláshelyeken 681.400 vendég fordult meg, és több mint 1.860.000 vendég éjszakát töltött el. Ezek a számok konkrétan azt jelentik, hogy vendégforgalomban vendégszám alapján 10%-os növekedés történt, vendég éjszaka alapján pedig 9%-os növekedés történt. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy sikerült az észak-alföldi régiónak egy plusz 157.000 vendégészakát pluszban hozni a tavalyi év azonos időszakához képest, és ugye ebben már benne van a november is. Decemberre még adataink nincsenek, de a szolgáltatói visszajelzések alapján az év vége, a december mindig nagyon erős szokott lenni. Térségünkbe és térségünkből is sokan járnak pihenni. Az általunk megkeresett utazási irodában például egyre többen jelentkeznek be síelésre, hiszen megérkezett a sokak által várt hó. Kedvelt úti cél Ausztria és Szlovákia, de akadnak olyanok is, akik a hideg időben inkább meleg helyre vágynak. A csodaszép egzotikus szigetekre utaznak azok, akik a melegre vágynak, ilyenkor ugye elsődlegesen Maldív-sziget, Dominika, Seszel-sziget, vagy akik egy kicsit a természeti gyönyörűséget párosítani akarják kulturális értékekkel, ugye Tájföld, Kuba, Mexikó, vagy akár Dubai is számításba jöhet ilyen utazások során. Ezeket az utakat egy szűk réteg képviselői választják, mondják a turizmusban dolgozó szakemberek. Ilyenkor nem ritka a több százezer forintos utazási költség, a szállásdíjak pedig akár milliós kiadásokat is jelenthetnek. Rangos szakmai elismerésben részesült Nyíregyháza első 4 csillagos szállodája. A Hotel Aventinus az év szállodája című pályázaton kapta meg a legdinamikusabb szállodai teljesítmény növekedés kategória külön díját. A hotel tulajdonosa sajtótájékoztatóján azt mondta, nem a szállodai esztétikumot vagy a vendégelégedettséget értékelték a pályázatnál, hanem a pénzügyi, gazdasági teljesítmény növekedését. 2013 volt a bázis időszak, 2014 és a 2015 első 3/4 éve volt pedig az a vizsgált időszak, amit összehasonlítottak a 2013-as bázis időszakkal. És a mi pályázatunkban egyértelműen a számok voltak azok, amik tulajdonképpen nyertek, hiszen 2013-ról 2014-re 100%-kal megnöveltem az éves árbevétel, tehát egy nettó 60-70 millió forint közötti árbevételt 120 millió forintra tornáztunk fel egy év alatt, és ez látszott a 2015 első 3/4 éves kimutatásaiból is, hogy ez nem egy egyszeri villám bevétel volt, hanem a 2015 is ugyanezt a számadatokat hozta. Az első világháborút bemutató időszaki tárlat nyílt a Vasvári Pál Múzeumban, Tiszavasváriban. A tárlatról a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit.
2000 forintos büntetésre számíthatnak azok a horgászok, akik nem adják le a február 28-ai határidőig az előző évi állami fogási naplójukat. A tavalyi horgász engedély január végéig érvényes, az új engedély formailag és tartalmilag is megváltozott. Javon Davis személyében amerikai irányítót tesztelt a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese szombaton Pécsen lép pályára. A nyíregyháziak eddig 3 győzelmet szereztek, míg a baranyai csapat 6 sikert tudhat magáénak. Az első világháborút bemutató időszaki tárlat nyílt a Vasvári Pál Múzeumban, Tiszavasváriban. A kiállítás alapját egy ismeretlen Bükk-Szentmihályi hadifogoly megtalált naplója biztosította. A tárlathoz a múzeum több mint 1 millió forintot nyert az első világháborús centenáriumi emlékbizottságtól. Időszaki tárlat nyílt a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban. Az intézmény a tavalyi évben kapott egy hadifogságban írt naplót. Ennek segítségével készült el az első világháborút felidéző és bemutató kiállítás. Ezen a kiállításon találkozik itt a tablókon, ha megnézzük a megírt, illetve a megélt múlt, és ez egy különleges elegyet ad, és egy különleges hangulatot ad ennek a kiállításnak, és megtapasztalhatjuk azt az érzést, hogyha kicsit körülnézünk és elmélyülünk a kézzel írt szövegekben, hogy milyen is lehetett az élet ott a háborúban, milyen lehetett a lövészárokban, milyen lehetett az a megélni ezt a kezdeti lelkesedést, amely aztán ott több ezer kilométer az otthontól, Magyarországtól átcsapott rettegésbe, félelembe, megaláztatásba és a végén pedig sok esetben sajnos halálba. A tárlaton tablókkal és különböző eszközökkel idézik fel az első világháborús eseményeket, amelyek megértéséhez nagy segítséget nyújtanak a kézzel írt napló részletei. A történészek számára viszont ez egy olyan rendkívüli dokumentum, ami arra szolgál, hogy igazából a cenzúra jelenléte nélkül kapunk olyan hiteles információkat túlélőktől, amelyek akár hitelesebbek lehetnek, mint a már feldolgozott, tehát a már meglévő történelem. És ez alapján újfajta aspektusba tudjuk állítani azokat a történéseket, vagy azokat az információkat, amikről eddig tudtunk. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan plusz nyújt, ami pontosan a történelemnek az a szépségét jelenti, hogy mindig meg tudunk újulni. A múzeum életében is fontos szerepet tölt be az új időszaki tárlat, amelyben néhány régi, valamint több új elem is megjelenik. Megmutatunk olyan tárgyakat, amelyek ugyan nem ehhez az emberhez kötődnek, hanem például Kabai Jakabhoz, aki szintén első világháborús fogoly volt, és készített olyan emléktárgyakat, töltényhüvelyből, illetve olyan fából készült pipaszárat, amely arra szolgált, hogy a fogság alatt ne történjen az elméjével valami nagyobb gond, és ezeket mutatjuk be, ezek már régebb óta a múzeumunknak a tárgyai között szerepelnek. Ezen kívül interaktív részek azért tudom bemutatni, mert a naplóban például rengeteg olyan gramofon lemezen lévő dal is előkerült, amit például most be tudunk mutatni. A kiállításhoz kapcsolódva február 10-én a hadifogságban készült naplók előadás sorozatára várják az érdeklődőket. 2000 forintos büntetésre számíthatnak azok a horgászok, akik nem adják le a február 28-ai határidőig az előző évi állami fogási naplójukat. A tavalyi horgász engedély január végéig érvényes, az új engedély formailag és tartalmilag is megváltozott. Az állami horgászjegy és a korábban külön dokumentumként kezelt fogási napló az idei évtől egy közös kiskönyv formájában érhető el. Az engedélyt így minden év végén a fogási naplóval együtt kell majd leadni. Az új szabályok szerint az engedély érvényességi ideje is megváltozott. Az állami horgászjegyek érvényességi ideje megváltozott. Korábbi években, évtizedekben rendre december 31-ig kellett új horgászjegyet váltani, illetve december 31-ig voltak érvényesek a horgászjegyek, de az új rendszer szerint ezek már január 31-ig érvényesek. Mi a Sporthorgász Egyesületek Szövetsége részéről, mint a Magyarországos Horgász Szövetség albizományosa, jegyforgalmazó, állami jegyforgalmazó, az állami horgászjegyeket már január közepén tudtuk biztosítani azoknak, akik ezt minden áron ki szerették volna váltani, még a régi érvényessége mellett is. A méret és tilalmi korlátozások nem változtak az idei évtől, viszont a fogási napló szabályos vezetésére különös figyelmet fordítanak majd a halőrök, mondta el Fesztúri Sándor. Ehhez az első lépés, hogy a horgászok az új határidőre leadják az előző évi naplót.
A fogási naplók leadási határideje szintén változott, február 28-áig lehet ezt különösebb szankciók nélkül megtenni. Aki viszont nem adja le, annak sem kell különösebb retorziókra készülnie, hiszen pusztán arról van szó, hogy egy emelt áru 2000 forint helyett 4000 forintért váltható meg majd az állami horgászhegy, illetve az ezzel egybeszerkesztett fogási napló. Az állami horgászengedély ingyenes a 15 év alatti és a 70 év fölötti horgászoknak, továbbá a látás és hallássérültek, valamint a mozgásszervi fogyatékkal élők számára is. Javon Davis személyében amerikai irányítót tesztelt a Malsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese szombaton Pécsen lép pályára. A nyíregyháziak eddig 3 győzelmet szereztek, míg a baranyai csapat 6 sikert tudhat magáénak. Keresi a győzelemhez vezető utat a nyíregyházi együttes, amely a legutóbbi fordulóban sorozatban 6. vereségét szenvedte el. A csapat szakmai igazgatója Sitko Ernő irányító poszton szeretné megerősíteni az együttest, ezért a héten a 26 éves, 184 cm magas amerikai Javon Davist tesztelte a szakmai stáb. Az irányító legutóbb Montenegróban kosarazott, de előtte megfordult Franciaországban, Cipruson, Marokkóban, Egyiptomban és Csehországban is. A szakmai igazgató nem csak a pályán, hanem az öltözőben is igyekezett minél többet foglalkozni a játékosokkal. Nagyon pozitív az, ahogyan az edzés munkához, ahogy a csapathoz, és ahogyan az egész körülményhez áll. Nagyon pozitívan próbálja irányítani a csapatot. Mindig is hiányzott ebből a csapatból egy olyan személy, aki akár hangos szóval is vezeti egy picit, és az élére áll a csapatnak, nem csak a pályán kívül, de a pályán mutató teljesítményében is, és egy kicsit próbálja organizálni a csapatnak a dolgait. Ő ezt megteszi. Sajnos még kevés időt töltött itt, ennyi idő alatt nehéz beilleszkedni, és nehéz egy csapat élére állni, de nem halad rossz úton, és remélem, hogy ez már látszódni fog most szombaton. A pécsiek az elmúlt években megszokottól egy kicsit halványabban szerepelnek a bajnokságban, de Csirke Ferenc 6 győzelemmel és 9 vereséggel álló együttese továbbra is esélyes a 8 közé jutásra. A Pécs egy olyan ellenfél, akik nagyon jó játékosokból állnak, és jó eredményeik vannak, de mindenkit meg lehet verni, és Pécsen is lehet nyernünk. Úgy gondolom, hogy van esélyünk, szerkezetben egy picit közelebb állnak hozzánk, és kedvezőbbek számunkra, mint amilyen az előző mérkőzésen a Kaposvár volt. Természetesen nagyon reménykedem, bízom benne, hogy jók leszünk. A forduló további párosítása a következő. Mafc, Albafehérvár, Jászberény, Szeged, Kaposvár, Zalaegerszeg, Kecskemét, Körmend, Sopron, Szombathely és Szolnok atomerőmű ese a Pécs-Marsú-Nyíregyháza mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsei televízióban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 625-re bővült idén januártól a kormányablakokban intézhető ügykörök száma, közölte a kormányablakokért felelős helyettes államtitkár Záhonyban. A városban ma adták át a megye 22. kormányablakát. A közigazgatási reform következő lépése az informatikai hálózat bővítése és új funkciók kiépítése, tette hozzá Baltai Tímea. Március 15-ig 3 millió forintra kell emelni a KFT-k törzstőkéjét, vagy legalábbis rendelkezni az emelésről. Ha elmulasztják, bírság lehet a vége. Az, hogy milyen módon hajtják végre, tehát készpénzzel, vagy akár hitellel növelik törzstőkéjüket, azt a cégek döntik el. A határidő jogvesztő, az eljárás 15 000 forintos illetékkel és 3 000 forintos közzétételi díjjal jár. Fellendülőben van a hazai turizmus. Csak az észak-alföldi régióban 10%-os növekedést regisztráltak a vendégforgalomban. Ez a legfrissebb KSH statisztika, amely a tavalyi év első 11 hónapjának adatait tükrözi, tájékoztatta televíziónkat a Magyar Turizmus ZRT regionális igazgatója. A Kölcsei Televízió iradóját látták pénteken. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig heti hír összefoglalóval várom majd Önöket. Tudósításaink továbbra is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap borongós időre számíthatunk, a pénteken többfelé esővel kísért gyenge hidegfront kelet felé távolodik, szombaton számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű, éjjel felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, eső, szitálás, ónos szitálás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 fok körül alakul. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás ködös idő várható, szitálás kisebb eső előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra pedig 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap borús idő várható, többfelé valószínű eső, zápor. A jövő hét első felében átmenetileg csökken a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, a hét közepén azonban ismét egyre több lesz a felhő, főleg csütörtökön várható többfelé eső. Tavasziasan enyhe idő várható, az éjszakák többnyire fagymentesek lesznek, számottevő lehűlése a jövő hét második felében várható.